Köszöntök tehát mindenkit még egyszer a Kiberbiztonság Alapjai című előadás folyam utolsó előtti előadásán. Ez az előadás az Információbiztonság a szervezeteknél szabványok, ajánlások, gyakorlati kihívások címet viseli, és azt szeretném egy kicsit elmesélni önöknek, hogy hogy is néz ki tulajdonképpen az információbiztonsági folyamat fölépítése egy valós élő szervezetnél. Ezen az előadáson rengeteget tanultunk arról, hogy milyen kibertérbeli veszélyek vannak, hogyan küzdellen? ellen az államszervezete, milyen lehetséges megoldások vannak arra, hogy az állam egyébként meg tudja valósítani a kibertérben létező személyek és szervezetek védelmét, de arról még nem nagyon beszéltünk, hogy maga a szervezet egyébként mit tehet és hogyan hozhatja létre a saját információbiztonságát. Miután erről egy kétfél éves külön szakirányú továbbképzést is tartunk itt az egyetemen, itt nyilvánvalóan nem fogok belemenni nagyon mélyen a részletekbe, amit én szeretnék bemutatni, az az információ biztonság, mint folyamat, és a hozzátartozó fontosabb lépéseket takarja. Mondjuk úgy, hogy egy, egy, picit szeretnék átadni némi információt arra vonatkozóan, hogyha bekerülnek egy céghez, egy szervezethez, egy közigazgatási organizációba adott esetben, amelyik például a 2013 es számú törvény alá, hatája alá tartozik, akkor mik azok a folyamatok, amikkel találkozni fognak. És ez a folyamat, függetlenül attól, hogy közigazgatási vagy piaci cégnél dolgoznak, ez mindenhol gyakorlatilag ugyanaz lesz. Teljesen függetlenül attól, hogy éppen milyen jogszabály előírás, vagy milyen szabvány alapján építették fel az információbiztonsági folyamatot, maga az alap ideológia az információbiztonság mögött az mindenhol ugyanaz lesz. És a probléma az az, hogy az információbiztonság, ugye tanultuk, hogy zárt, folytonos, teljes körű, kockázatokkal arányos kell, hogy legyen, általában a gyakorlatban nem feltétlenül teljesíti ezt a négy komoly elvárást. Egyszerűen azért, mert információbiztonságot csinálni, az egy roppant fárasztó feladat. Már a folytonos részéből is, vagy a folytonosság definíciójából is ugye az jön át, hogy ez egy olyan folyamat, Folyamatosan teljesülnie kell. Tehát sajnálatos módon a támadók, akikről rengeteget tanultunk itt a, a fél év folyamán, azok nem fogják megtenni nekünk azt a szívességet, hogy szombaton majd nem dolgoznak, vagy, vagy délután 5 órakor ők is leteszik a billentyűzetet, és majd nem fognak támadni. Igenis, sajnálatos módon az információ biztonság az egy olyan 7 per 24 es per 365-ös folyamat, amit nem lehet megszakítani. Márpedig, amikor úgy állunk hozzá az információbiztonsághoz, hogy az tulajdonképpen nem más, mint egy megfelelőségi követelmény, úgynevezett compliance követelmény, akkor hajlamosak vagyunk a szervezeten belül ezt úgy is kezelni, mint bármelyik másik közigazgatási vagy éppen üzleti folyamatot, aminek hát megvannak ugye a saját maga időbeli keretei ez a kis Dilbert képregény is erre próbál meg utalni, ugye a Harry Boss, a, 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 főnő azt mondja, hogy az ISO 9000 mellett még el kell érnünk a QS 9000 compliant meg, tehát a megfelelőségi állapotot is, ami azt jelenti, hogy meg kell hamisítanunk a következő dokumentációinkat, a QS-t, az APQP-t, az fmea t az MS-t, az, az, az SPC-t, a PPAP-t, a QS-t, és ne felejtsük el, hogy a compliance, az, az a megfelelőség szó, az nem létezik a liance, az, az a hazugság szó nélkül. És sajnos tényleg nagyon sokszor lehet azzal találkozni, hogy a megfelelőség az általában akkor kezdődik, amikor hát nagyjából kettő-három nappal az audit előtt, amikor jön valaki megvizsgálni, hogy megfelelünk-e annak a jogszabálynak, vagy annak a szabálynak, és pontosan addig tart, amíg az auditor el nem megy. Márpedig ez így nem jó. Mint említettem, nem szabad hagyni azt, hogy az információbiztonság az elfelejtődjön, ne legyen a szervezeti kultúrának a része, mert akkor baj lesz. Szabványos ajánlás oldalról amúgy nagyon sok szabványra és ajánlásra tudunk visszamenni, de ennek az egésznek az alapja az ISO 27000-es szabványcsalád. Az ISO 27000, és ezt jegyezzék meg nagyon ezt a 27000-es bűvös e, e, számot, az ISO 27000-es szabványcsalád, ami több különböző szabványból áll, 27000-00-tól 27000 nagyon sokig, foglalja össze az információbiztonság, mint folyamat a szervezeti információbiztonság felépítéséhez szükséges jó gyakorlatokat. A 27001-es szabvány írja le a folyamatot, a 27002-es pedig leírja azokat a kontrollokat, amelyeket célszerű bevezetni egy szervezetnél. Az ISO 27000 szabványcsalád az alapja gyakorlatilag a szervezeti információ biztonságnak. Ez tehát megmondja például azt, hogy administratív, fizikai, logikai védelmi intézkedés halmazból mi az, amit célszerű használnunk, de nem mondja meg, hogy hogyan kell ezt használnunk, hiszen minden szervezet más, minden szervezet a saját kockázati igénye <coughs> alapján e, tudja fölépíteni a saját információ biztonságát. Ezt az ISO 27 est egyébként elsősorban Európában és Ázsiában használják, az Egyesült Államokban valami miatt nem terjedt el annyira az erre való támaszkodás. Az Egyesült Államokban ezzel szemben sokkal inkább használják az úgynevezett NIST 800-as és 1800-as ajánlás sorozatokat. Ez a NIST az a National Institute of Standards and Technology, tehát az Egyesült Államok szabványosítási hivatala, és a 800-as és az 1800-as ajánlás család foglalja össze az információbiztonsággal és a kiberbiztonsággal kapcsolatos jó tanácsokat. Olyannyira, hogy a NIST SP 853-as ajánlás, az, ami az amerikai szövetségi információs rendszerekben a kötelező kör, és Magyarországon is, miután azért ez sokkal konkrétabb és sokkal praktikusabb, mint mondjuk az ISO 27000-es szabványcsalád, az a 41 per 2015-ös BM rendeletben, ugye az IBTV-nek a végrehajtási rendeletében is tulajdonképpen a NISTES P800-as szabványcsaládnak a, a ideológiáját, filozófiáját és konkrét fordítását lehet viszont látni. Ebből a szempontból egyébként a magyar jogszabály egy nagyon izgalmas elegyet alkot, hiszen elméletében tartalmazza magánhortoz az ISO 27 ezer szabványcsaládnak a, a jegyeit, még belátva azt, hogy a legtöbb szervezet egyszerűen nem érett annyira, nincsen meg az a biztonság, biztonsági kultúrája, ami szükséges az ISO 27000-es jó használatához, át lett fordítva a Nistespény 853-as ajánlás, ami egy sokkal kézzelfoghatóbb követelményhalmaszt jelent a szervezetek számára. Ezen a területen sokszor lehet még találkozni az ünözett Common Criteria, vagy ISO 15408-as szabvány ajánlásával, ami szemben a 27 essel ami a szervezetre vonatkozik. Ez a Common Criteria sokkal inkább az informatikai termékek biztonságára ad útmutatásokat. Tehát leírja, hogy egy, egy informatikai terméknek, aminek biztonságot kell megvalósítania, annak tulajdonképpen milyen biztonság, biztonsági képességekkel kell rendelkezni. Tudni kell naplózni, tudni kell autentikálni, tudni kell Hagyni beállítani a biztonságot a felhasználónak, stb. stb. illetve leírja azt, hogy hogyan kell létrehozni ezeket a termékeket biztonságos módon. Például, hogyan kell megtervezni magát a terméket, például milyen szoftverfejlesztési környezeti beállításokra kell gondolni a biztonságos szoftverfejlesztésnél. Ez tehát egy termék közeli megközelítés. Magyarországon a magyar informatikai biztonsági ajánlások és jogszabályok egyébként gyakorlatilag ebből a mindig is ebből a három ajánlás halmazból merítettek. Olyannyira, hogy a 90-es megjelenő KIB nevű közigazgatási informatikai biztonsági ajánlások nevű ajánlás kötet is az ISO 27000 elődjére és a Common Criteria egy korábbi változatára támaszkodott. De jelen pillanatban is, mint említettem, a két még használatban levő ajánlás a Miba, magyar informatikai biztonsági ajánlások 2007-8 környékéről. Ezek már eléggé elavultak, de még mindig időnként lehet velük találkozni, és az ennél sokkal aktuálisabb, 41 per 2015 ös BM, BM rendelet is tulajdonképpen ennek a három ajánlás kötetnek a, a, kép, a tudását, illetve a, a tartalmát használja föl. Tehát aki megérte az ISO 27000-re 27, 27 szabványcsaládot, a NISTESP 800-as ajánlás és a common az valahol ezt a fajta tudást a magyar közigazgatásban biztosan jó fogja tudni felhasználni. Hogy miért fontosak ezek? Még egy példa, ezt tanultunk az Európai Unió kiberbiztonsági szabályozásáról, és ott találkoztunk a Cyber Security Act-tel, a kiberbiztonsági jogszabályjal, mely ugye leírta azt, hogy a, a, a létre kell hozni az Európai Kiberbiztonsági Tanúsítási Keretrendszert. Ez az Európai Kiberbiztonsági Tanúsítási Keretrendszer is tulajdonképpen a common kritériára épül. Ez a három ajánlás kötet tehát fontos. De mi a közös bennük? Közös bennük mindaz, amit már szintén megtanultunk valahol a fél év elején, és ez a közös pont, ez ott kezdődik, hogy tisztázni kell, hogy mit is védünk tulajdonképpen, emlékeztető, mit védünk, az információt védjük. Nem a hálózatot, nem a számítógépet, nem az embereket, nem az adatokat, az információt védjük, és mind a három említett ajánlás kötet halmaz, valamint az ezekből származható többi szabvány is, mind ezzel a filozófiával áll neki, az információ védelme a fontos. Ezért nevezzük ezt a folyamatot a szervezeten belüli folyamatot biztonságnak és nem kiberbiztonságnak. Mi az, ami még közös? Az a közös bennük, hogy mind a három azokra vagy arra a hármasra épül, amit úgy hívunk, hogy bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás. Az információbiztonság tehát tulajdonképpen nem más, mint ennek a három biztonsági attribútumnak, a bizalmasságnak, a sértetlenségnek és a rendelkezésre állásnak, vagy más néven a CIA elvnek a védelmét jelenti. Azaz, az információ, amit azonosítottunk, bizalmasságát, sértetlenséget, rendelkezésre állását védeni kell, nem szabad, hogy megsérüljön. Az incidens ugye az, amikor a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás és CIA valamilyen módon megsérül. Milyen elvek mentén kell ezt megtenni? Hát először is nem kockázatarányos védelmet kell megvalósítanunk, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem célunk az összes fenyegetésnek a kivédése, hanem arra kell koncentrálnunk, hogy a szükséges mértékben, szükséges, de elégséges mértékben válasszuk ki azokat az információkat fenyegető fenyegetéseket, melyeknek a kockázata számunkra nem elviselhető, és ezekhez implementáljunk valamilyen védelmi intézkedést. Olyan védelmi intézkedést, ami egyrészt teljeskörű, azaz az egész rendszerre kiterjed, zárt, azaz figyelembe vesz minden fenyegetést, folytonos, azaz követi a változásokat, és folyamatosan valósul meg, valamint emellett egyenszilárdságú, azaz nincsenek az információt tároló, vagy kezelő e, e, infrastruktúra elemekben olyan gyengeségek, amelyek a teljes védelmet tudják adott esetben aláásni. Mindezt úgy, hogy természetesen nincsen százszerzalékos védelem, nyilván nem is kell, hogy erre törekedjünk, hanem egy vállalható jó kompromisszumot kell elérni, mely kompromisszumot egyébként nagyon meghatároz, például az, hogy milyen emberi vagy milyen informatikai erőforrásaink állnak rendelkezésre. Ezekből a világ minden pénzét el lehetne költeni, de egyszerűen ez nem áll rendelkezésre. Ezért is fontos ez a bizonyos alapú megközelítés, amiről a mai előadáson részletesen fogunk majd tanulni. Hogyan valósítjuk meg a biztonságot? Biztonsági mechanizmusok segítségével, preventív, detektív és korrektív védelmi intézkedések halmazával preventív, amikor ugye a szabásértések megelőzését irányuló cselekményeket hajtunk végre. Detektív, az az észlelő cselekedetek, amikor a szabálysértések felderítésére irányuló védelmi intézkedéseket foganatosítunk, és korrektív, amikor a szabálysértések bekövetkezése utáni elhárításra irányuló cselekményeket hajtunk végre. CIA-EL, fizikai, logikai, adminisztratív védelem, ez az információbiztonságnak a három darab hármasa, amit álmukból fölkeltve bármilyen vizsgaszituációban mindenképpen tudjanak és ne felejtsenek el, mert ez a mentőkérdés tudják elmondani, mi az a CIA elv, tudják elmondani, mi az a Predeco elv, és tudják elmondani, hogy mi az, hogy administratív, fizikai, logikai, védelmi intézkedés, ugyanis ez az információbiztonságnak tulajdonképpen az alapja. Ebből e, lehet már összerakni az egész mozaikot. Na de, hogyan is működik az egész folyamat? És akkor itt már nem emlékeztetünk, hanem belemegyünk az új anyagba. Maga az információbiztonsági folyamat arányos védelem felépítésére épül, ami azt jelenti, hogy kell valami olyasmit csinálnunk, ami a kockázatokat földeríti, azaz egy kockázatelemzéshez és utána egy kockázatértékeléshez vezethet minket. A folyamat, az információbiztonsági folyamat tulajdonképpen onnan indul ki, hogy van egy vagyonleltárunk, van egy úgynevezett információs vagyonleltárunk, amivel az információs vagyonunkat, mérjük föl, azonosítjuk, azaz megállapítjuk, hogy mi is tulajdonképpen a védelemnek a tárgya, mit kell védeni. Ez egy nagyon nehéz folyamat, hiszen az információról azt is megtanultuk, hogy az információ mint olyan az adatokból létrehozott, keletkeztetett valamiféle eredmény, és tulajdonképpen ugyanabból az adathalmazból minden ember számára adott esetben más jelenthet az adat. Tehát nem olyan könnyű csak úgy felsorolni, hogy ez meg az meg az az, az információm, Sokkal inkább arra szoktak építeni, hogy megnézik, hogy mik az adatok, és mik azok az infrastruktúrák, amin az adatokat kezelik, tárolják, továbbítják, stb. stb. És ebből lehet következtetni az információs vagyontárgyunkra. Nem véletlen, hogy az információbiztonságról szóló törvény is, meg az európai szabályozások is, ugye ezt a kettőst használják, Lássuk, hogy milyen adatok vannak, lássuk, hogy milyen infrastruktúrák vannak. Ebből tudunk egy jó következtetést levonni majd az információs vagyonunkra vonatkozóan. Hogyha megvan az információs vagyonunk, azaz látjuk azt, hogy mik az adatunk és az infrastruktúránk, akkor a következő lépésben ezek sebezhetőség vizsgálatát kell elvégezni. A sebezhetőség vizsgálat kettő részből áll. Az első része a releváns fenyegető tényezők számbavétele. Fenyegetés a rengeteg van a világon. Kezdve azzal, hogy bekapunk egy kártékony kódot, folytatva azzal, hogy ráesik az adatközpontunkra egy meteorit. Nyilván lehet látni, hogy ezek a fenyegetések, ezek nagyon-nagyon különböző szélsőséges skálán mozognak. Vannak, amiket jobban el tudunk képzelni, valószínűbbek, vannak, amiket nehezebben tudunk elképzelni, van, aminek egészen csak a bekövetkezési valószínűsége, de ez a mint, ez az a sok-sok fenyegetés együttesen alagaj, alakítják a fenyegetési terünket. Tulajdonképpen a mi dolgunk a kockázatelemzés folyamán az, hogy kiválos, kiválogass, kiválogassuk azokat a fenyegetéseket, amelyekre igazából sebezhetőek vagyunk. Azaz végignézzük, hogy azok az infrastruktúra elemek, amikkel rendelkezünk, azok az információs vagyontárgy, milyen releváns fenyegetésekre sebezhetőek. Azaz mi az, aminek vagy van való, aminek egyáltalán van valószínűség, hogy bekövetkezik, másrészt pedig, hogyha van is valószínűség, akkor egyébként mekkora kárt tudna okozni az információs vagyonomban az adott bekövetkezés. És végig kell néznem, hogy a jelenlegi védelmi struktúrán mellett ez a fajta fenyegetés nagyobb valószínűséggel vagy nagyobb kárral tud bekövetkezni valamilyen meglevő védelmi intézkedés hiányában. Azaz, azonosítanom kell, hogy a fenyegetésekkel szemben a teljes infrastruktúrámat tekintve Hol vagyok igazából sebezhető? Hogyha ezek a sebezhetőségek megvannak, akkor jön a kockázatértékelés. A kockázatértékelés kettő faktorból áll: a sikeres támadás valószínűségének megbecsléséből, illetve az ezen keresztül bekövetkező kár mértékének a becsléséből. Kár és valószínűség, ez a kettő, tehát az, ami megadja a kockázatunkat. Ha megvannak a kockázatok, akkor kockázatokat valamilyen elv szerint rendeznem kell, és meg kell terveznem azt, hogy ezeket a kockázatokat hogyan tudom kezelni. A kockázatok kezelésére is több különböző megoldásom van. Tudom csökkenteni a bekövetkező kárnapságát, tudom csökkenteni a bekövetkezés valószínűségét, és még vannak más ilyen megoldások is. A lényeg az, hogy védelmi intézkedéseket tervezek, és attól függően, hogy a menedzsmentem, aki a pénzt adja a védelmi intézkedések megvalósítására, mit választ, védelmi intézkedéseket vezetek be. Majd utána a védelmi intézkedések bevezetése után elkezd működni az információbiztonsági folyamatom, vagy javulni fog a információbiztonsági folyamatom, tehát működtetem és mérem azt, hogy milyen sikerrel Sikerült ezeket a védelmi intézkedéseket bevezetnem, ellenőrzöm ezeknek a működőképességét, miközben folyamatosan figyelek a változásokra, a belső infrastruktúra változásokra, illetve a fenyegetési környezet változására, és meghatározott szempontok alapján a kockázatokat újraértékelem. A kockázatok újraértékelése úgy szokott kinézni, hogy például évente van egy rendszeres kockázatértékelés, amikor végignézem a teljes folyamatot, az összes eredményt, megnézem, hogy mennyire hatékony, és megnézem, hogy kell-e valamit változtatni. Vagy hogyha például bejön egy új infrastruktúra elem, ami nem volt része korábban a kockázatértékelésemnek, akkor erre ugye a bevezetéssel párhuzamosan végrehajtom a kockázatelemzést. Vagy hogyha például egy olyan új Kockázat jelenik meg, a olyan új fenyegetés jelenik meg a környezetemben, amivel korábban nem számoltam, akkor megint csak újra értékelem a kockázatot. Tehát a kockázatok újraértékelése, ez nem egy évente egyszerű feladat, hanem nagyon attól függ, hogy milyen változások állnak be a kockázati környezetemben, és adott esetben akár sűrűbben, negyed évente, vagy akár havonta is előkerülhet egy olyan helyzet, amikor újra kell értékelnem a kockázatot, és az egész folyamatot vissza kell, végig kell vinnem. Ezt a folyamatot egyébként úgy hívják, kicsit tágabb értelemben, hogy Plan Do Check Act modell Deming körnek, PDC a körnek is szokták ezt nevezni. Ez a, a Plan Do Check Act modell írja le, hogy az információbiztonság folyamatként értelmezhető, tehát a megtervezem, csinálom, ellenőrzöm, beavatkozom folyamatban, tulajdonképpen sosincsen megállás, ténylegesen nem lehet azt mondani, hogy az információ biztonság az, e, ugye megcsinálom, e, és akkor készen van, mert sosem lesz kész. Mindig van valami olyan a környezetemben, ami miatt be kell avatkoznom. Hogyan történik a kockázat kezelés e, teljes folyamata? Úgy, hogy először is le kell írnom azt, hogy hogyan fogom ezt csinálni. Kell, hogy legyen egy e, jól dokumentált módszertanom, és a módszertanom alapján kell e, az a folyamatot végrehajtanom. Miért? Azért, mert ugye egy folyamat akkor tud jól működni, hogyha objektív, azaz évekkel később is hasonló alapelvek alapján csinálják, mert ezzel tudok hasonlítani a korábbi állapotra. A kockázatkezelési módszertant jellemzően kettő kategóriába szokták beosztani, szintén részletesen beszélek majd róla, de most is elmondom. Ugye van a kvalitatív, illetve a kvantitatív kockázatelemzés, a kvalitatív. Ugye egy minőség, egy becsléssel operáló módszertant jelent, a kvantitatív pedig pontos számokkal történő kockázatbecsülés jelent, részletek kicsit később. Illetve ekkor írjuk le az elfogadható és a nem elfogadható kockázatok listáját is, hiszen, mint említettem, nem tudjuk, lesznek kompromisszumok, nem fogunk tudni minden kockázatot kezelni, de hogy milyen elven, milyen alapon nem kezelünk kockázatokat, ezt már a módszertan leírásánál definiálni kell. A következő fontos elem a releváns fenyegető tényezőknek az azonosítása. Ha most szeretnénk azon ötletelni itt a chatben, hogy milyen fenyegetéseket tudnak azonosítani, akkor ez nagyon hirtelen egy ilyen több százas listát tudnánk összerakni. A gyakorlatban valójában egy olyan két-három tucatnál nem több fenyegetés az, ami relevánsan bekövetkezhet. Ezeket szoktuk fölírni, és ezekre nézzük meg, hogy az infrastruktúránkban, a szervezetünkben, a folyamatunkban van-e valamilyen olyan sebezhetőség, ami ezekre a fenyegetésekre érvényes. Tehát például van egy, azonosítjuk a kártékonykód fertőzést, mint egy fenyegetést, ha mondjuk nincsen egy, egy víruskereső szoftver telepítve a végpontokra, akkor az egy tipikus sebezhetőség, hiszen akkor ebben az esetben nagyobb a valószínűsége annak, hogy ez a fertőzés meg fog történni. Kérdezhetik, hogy mi történik azokkal a fenyegető tényezőkkel, amik nincsenek benne ebben a két-három tucatban. Ezekre szolgál az úgynevezett üzletmenet folytonossági tervezés, a Business Continuity Planning nevű folyamat. A kockázatelemzésben fölkészülünk mindenre, amivel józan észre föl lehet készülni, az üzletmenet folytonosságban pedig fölkészülünk minden olyan esetre, amire a kockázatelemzésben nem készültünk fel, ami miatt valami olyan incidens történik, ami miatt az üzleti folyamatunk majd leáll az egy teljesen másik történet. Hogyha fölszeretnék e, szeretnénk látni, vagy szeretnénk látni a létező sebezhetőségeinket, ahhoz persze ismernünk kell a létező és üzemelő védelmi intézkedések hatékonyságát is. Minden szervezetben azért a nulla foktól kezdve valamiféle biztonság van, már csak azért is, mert a felhasználók is ugye hoznak magukkal valamilyen biztonság tudatosságot, tehát még hogyha nincs is műszaki felkészültségünk, ugye ez a fajta administratív védelmi intézkedés, ez működhet és hatékony lehet valamilyen szinten. Tehát tisztában kell lennünk, hogy hol tartunk, hiszen az ISO 27001-ben megfogalmazottak alapján az információbiztonság ugye egy olyan folyamat, ami folyamatos javulásra, javításra törekszik, tehát tudnunk kell, hogy mi az, amihez képest javulnunk kell. És na, Kockázat elemzéshez ugye a sebezhetőségeknek egyrészt az előfordulási gyakoriságát kell megbecsülnünk, másrészt pedig meg kell határoznunk azt, hogy mekkora a potenciálisan okozható kárnak a nagysága, ehhez milliónyi különböző módszertan módszertanár rendelkezésre, ezért most nem mennék bele részletesebben. A kockázatot utána egy úgynevezett kockázati mátrix segítségével határozzuk meg a gyakorlatban, ezt is meg fogom mutatni, majd utána van öt, összesen öt lehetőség, amivel a kockázatokat kezelni lehet. Hogyan lehet kezelni védelmi intézkedések fogonatosításával melyek a bizalmassági sértetlenségi rendelkezésre állás, ez a CIA elben megfogalmazott fenyegetésekre adnak preventív, detektív és korrektív védelmi intézkedéseket fizikai, logikai és administratív megoldások útján. Ezért fontos, hogy ennek a háromszor három fogalomnak az ismerete. Vagyon leltár, ezzel kezdjük. Tehát mi is a vagyonleltár? A cég információs vagyonának a felsorolását jelenti. Praktikusan, ami benne van, vannak benne ugye az adatok, amiket kezelünk. Az adatoknál adatokat valamilyen alkalmazások szokták jellemzően kezelni, tehát ha van, már egy alkalmazás listánk van, akkor egyel könnyebben tudunk utána menni, hogy milyen külünk ezeket az alkalmazásokat, illetve ezeket az adatokat, ugye valamilyen technológia kezeli, valami informatikai megoldás kezeli. A technológia valamilyen környezeti infrastruktúrába illeszkedik bele, majd mindezt humán erőforrások fogják egy adott egy adott folyamatban kezelni. Az információbiztonsági törvény ennek megfelelően Első lépésként az úgynevezett elektronikus információs rendszerek azonosítását írja elő kötelemként, már csak azért is, mert az elektronikus információs rendszereket azért jellemzően tudni szokták a szervezetek, és ez az elektronikus információs rendszer felsorolás tudja segíteni a szervezeten belüli információbiztonsági felelős abban, hogy vissza tudjon menni az információs vagyonleltár azonosításához. Miért fontos, hogy ez meglegyen? Azért, mert a sebezhetőségvizsgálatot ugye ebben a környezetben, beleértve ebbe a humán erőforrásokat is, eh, kell felmérni, mint ahogy a kockázatelemzést is, majd az itt felmért sebezhetőségek alapján tudjuk valamilyen módon összeállítani. Illetve eh, magát a, a, a kockázatelemzést is nem úgy fogjuk megcsinálni, hogy majd az információbiztonsági felelős leül saját maga eldönti, hanem azokkal a kollégákkal, azaz az azon folyamat gazdákkal és azon folyamatban működő egyéb kollégákkal közösen fogja majd eldönteni a kockázati mértéket, akik pontosan ismerik az adott üzleti vagy közigazgatási folyamatnak a felépítését, működését. Magyarul az információbiztonság sajnálatos módon nem egy informatikai feladat, az információbiztonsági felelős is jellemzően azért nem az informatikán ül, nem is szabad, de tulajdonképpen, hogy az informatikán üljön, hanem ő, ő egy független, a biztonsági igazgatóság alá, vagy akár közvetlenül a vezérigazgató alá rendelt személy kéne, hogy legyen. Az információbiztonsági felelősnek együtt kell dolgoznia mindazokkal, akik akár a technológiát, akár pedig ugye a technológiát használó folyamatokat képesek ismerni, azonosítani és arról véleményt mondani. Hogyan készül el a vagyonleltár, és ugye ezért fontos, hogy a folyamatokat is lássuk interjúkkal. Mert hogy ezek az interjúk tudnak a legmélyebb ismereteket adni arról, hogy hogyan is működik a cég, és mi mennyire fontos számunkra. Az interjú során a, az információbiztonsági felelős, vagy éppen ugye ez a külső tanácsadó, aki ezt a projektet elvégzi, jellemzően megismeri az adott osztálynak vagy a területnek a tevékenységi körét, és ezek alapján szerez mélyebb ismereteket a saját szempontjai alapján az adott folyamatról. Ebbe a folyamat vezetője és néhány, nem az összes, néhány kulcsfontosságú munkatársat szoktak jellemzően bevonni, akik el tudják mesélni a saját élményeiket, ezen belül is elsősorban azt, hogy milyen adatokkal és milyen IT infrastruktúra elemekkel dolgoznak. Illetve az ő segítségükkel lehet az előre meghatározott szempontok alapján Értékelni ezeket a folyamatokat, például az üzletmenet folytonosság elkészítéséhez nagyon fontos, hogy meg tudják mondani, hogy mi történik akkor, hogyha az adott üzletmenet áll. Tehát a velük való interjúzás, ez egy, ez egy roppant fontos feladat, és innen is látszódik, hogy információbiztonsággal foglalkozók nem csak és kizárólag, sőt, egy elsősorban egyáltalán nem informatikusok tekik, hanem sokkal inkább olyan emberek, akik tudnak bánni az emberekkel, azaz tudnak kérdezni, tudnak eh, információt kiszedni a másikból. Ehhez a higgyékkel, ez a részhez mély informatika ismeretre még nincsen szükség. Mert hogy olyan kérdéseket szoktunk általában föltenni, mint hogy milyen következményekkel járhat, ha az adat rossz kezekbe kerül, mennyibe kerül az adatok épségének helyreállítása. Milyen kárt okoz a nem felismert sérülés, milyen következményei lehetnek, ha az üzleti folyamat nem megy egy óráig, egy napig, egy hétig? Ezekre a, vála ezekre a, kérdésekre ugye azt tudja választ megadni, aki benne dolgozik, aki ezt el tudja képzelni, de van egy olyan tapasztalat, hogy minden folyamatban dolgozó a saját folyamatát tartja a legfontosabbnak, tehát az első interjú körben, az első kérdésem mindig azt mondja, hogy ők a legfontosabbak. Azért is kell tudni interjúzni, hogy utána pontosabb képet lehessen alkotni, hogy valójában mennyire fontos is az adott folyamat. Ezeket a, az interjúkat utána kár mértékének a meghatározására lehet majd felhasználni, és ez fog nekünk segíteni abban, hogy tovább tudjunk menni a következő lépésre. következő lépés pedig ugye a sebezhetőség vizsgálat lesz, melynek a célja az, hogy a rendszer gyenge pontjait tudjuk beazonosítani, az input lesz, mint az, amit az előző körben az információs vagyon felmérésénél meghatároztunk. Az output, a kockázati tényezők listája lesz vagyonelemenként, és ez lesz a továbblépés is. Majd ugye ebből fogjuk majd a gyakoriságot és a kitettséget számolni, ami a kockázat elemzéshez vezethet. Ez a legkritikusabb pontja az egész projektnek, mert, mert nagyon könnyű elrontani, nagyon könnyű túlságosan felületesen vagy túlságosan aprólékosan belemenni, és éppen ezért is mondtam ezt a hozzávetőleges számot, hogy körülbelül egy olyan kettő-három egy olyan tucat fenyegetésnél azért többet ne azonosítsunk, mert utána, utána az már túl aprólékos lesz, hogyha ennél kevesebbet azonosítunk, akkor pedig valószínűleg egy csomó fontos dolgot nem fogunk tudni majd földeríteni. Az, hogy mennyire vagyunk sebezhetőek, az pedig a védelmi potenciálunk határozza meg. Az informatikában vagy az információbiztonságban tekintsenek úgy az IT rendszerre, mint, mint, egy, mint egy lakótelepre. Jó? Tehát van ugye a, a nagy internet, a nagy internetről bárki bárhol bármit el tud érni. Ott vagyunk egy hatalmas, nagy lakótelepen. A lakótelepen van e, tízezer lakás, van több száz ház. Azok a házak és azok a lakások lesznek sebezhetőek, amelyeknél mondjuk folyamatosan tárva nyitva hagyják a lépcsőháznak az ajtaját, hiszen oda bárki bemehet, és az az adott lépcsőházon belül is az lesz majd a legsebezhetőbb, aki mondjuk nem zárja a lakását, vagy nincsen mondjuk kettő-három jó minőségű zár a lakására. Az informatika is, vagy az információbiztonság is ilyen, jellemzően azokat a szervezeteket tudják könnyen megtámadni, akiknek az internet felől egy védtelen bejárata van, ahol nem frissítik a webről érhető dolgokat, ahol nincsen jó kialakítva a belépésnek a rendszere, stb. stb. Tehát, ahol gyenge a védelem, azt könnyen meg fogják találni. Eközben pedig van egy másik ezzel ellentétes folyamat is, mint ahogy a lépcsőházakat, ha kicsit túlmegyünk a lakótelepi hasonlaton, ugye például, hogyha Budán ott a hegyekben, vannak nagy villák, eh, amikben van nagyon jó fölépített védelem, valószínűleg azokba is megpróbálnak betörni, mert hogy azt feltételezik, hogy az ilyen jól védett házakban pedig olyan értékek vannak, amik megérik a macerát. Természetesen erre, ezekre a villákra majd olyanok mennek rá, akiknek megvannak a képességeik. Na az informatikában is ugyanez a helyzet, hogy akik a legjobban védettebbek, azok sem mentesek a támadásoktól, bármit is tesznek meg hiszen eh, náluk feltételezhetően információs vagyontárgy van, ami megéri a macerát, és megéri a, mondjuk az állami támadóknak eh, ezt a fajta behatolást. A legjobb persze ennek megfelelően az, hogyha valahol így a kettő között vagyunk, nem mi vagyunk a leggyengébbek, eh, de nem is feltétlenül tárolunk olyan információkat, hanem muszáj, amik értékes célponttá tehetnek minden, mind, mind, minket, illetve mindig legyünk egy picit jobban felkészítettek, mint a hozzánk hasonló szervezetek, mert akkor majd nem velünk fognak jó eséllyel próbálkozni. Ugye az interneten nagyon-nagyon sok szervezet van, nagyon-nagyon sok célpont van. Annak a valószínűsége, hogy pont minket, ha mi szervezetünket fogják megtalálni, ez ennek megfelelően bizonyos körülmények között nem túlságosan nagy, de semmiképpen sem nulla és egyre növekszik. A védelmi potenciál tehát arról ad nekünk egy kimutatást, egy, egy, egy jó becsülést, hogy valójában mennyire vagyunk kívánatos célpontok e, a támadók szempontjáról. Ha azt feltételezzük, hogy a támadók a legnagyobb értékeket támadják meg, nem a legnagyobb értékeket támadják meg, ha csak erre nincsen különleges okuk, hanem a legkisebb erőfeszítést szeretnék tenni a támadás érdekében, akkor a következő szempontok mentén tudjuk a saját védelmi potenciálunkat felmérni. Milyen erős a védelmünk? Mennyire szükséges összetett egyedi eszközpark és szakértelem a mi infrastruktúránkat érintő sikeres támadáshoz? Minél a támadásra fordítható idő mennyi, azaz mennyi idő alatt fogjuk mi észrevenni azt, hogy éppen támadnak minket? És végül, de nem utolsó sorban, az információ, amit támadnának, az mennyire értékes. Ennek a négy szempontnak a tudatában vagyunk, nagyjából be tudjuk lőni, hogy mi a mi kockázati, illetve fenyegetési környezetünk, és tulajdonképpen mi az, amire föl kell készülni. Nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy ez a védelmi potenciál ez egyik pillanatról a másikra változhat. Tehát például a kórházakat azért nem nagyon támadták meg korábban, nem nagyon volt jellemző az, hogy kimondottan kórházak kiber támadásokat indítanak, majd jött a COVID, és ez egy egyik szempillantás alatt megváltozott. A kórházak nyilvánvalóan egy olyan védelmi potenciára építettek, amiben azt feltételezték, hogy ők egyébként nem egy kívánatos szempont, hiszen nincs pénzük, meg nincs, nincs olyan szempont, ami miatt őket támadnák. Majd jött a COVID, és hirtelen kritikussá változott le levő informatikai rendszerek működése, amit a kiberbűnözők fölismertek, és elkezdtek rámenni ezekre a szervezetekre azaz drasztikusan megváltozott az utolsó pont, a támadási cél értéke nagyon-nagyon megnőtt. Miközben nyilván a kórházak éppen életet mentenek, tehát nem lett erősebb a védelmük, nem kellen komplexebb eszköztár a támadásukhoz, és a támadások fordítató idő ablak sem változott. Ezen az ábrán, ebben a kram támadási modellben e, láthatják tulajdonképpen mindazt, amit én leírtam, vagy össze, össze, összefoglaló módon ábrázolva e, itt láthatnak. Ugye a fenyegetések tehát kihasználják a sebezhetőségeket, melyek következménye a biztonsági esemény, ami kárt okoz az információs vagyontárgynak, és ennek a biztonsági eseménynek hatása van a tulajdonosra. Ez tehát tulajdonképpen a folyamat, amiben valahogy e, bekéne hágyazódni, illetve be kéne e, építeni. Ez pedig akkor szükségünk van arra, hogy tudjuk, mik a fenyegetések, tudjuk, mik a sebezhetőségek, és tudjuk, mi a cél. A célt láttuk, ugye? E, a fenyegetési e, lista, ez voltaképpen, éppen, hát jöhet, a sebezhetőség felméréséhez viszont már sokkal alaposabb módszerekre van szükségem. Fenyegetés jöhet, mondom, hiszen e, valószínűleg a környezeti károkból eredő fenyegetéseket, vagy úgy általában az internetről hallott és jövő fenyegetéseket, vagy a szervezet múltját általában ismerni szokták azok, akik ezt csinálják. A kérdés az, hogy ezekre a fenyegetésekre mennyire vagyunk sebezhetőek. Hogyan tudjuk ezt felmérni? Hát lehet egy olyan megoldás, hogy adhok, azaz találomra összegyűjtünk néhány sérülékenységet. Nem butaság, hogyha nincsen egy kialakult biztonsági kultúránk, Hogyha el szeretnénk indulni, akkor első körben nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha mély sebezhetőség vizsgálatot végzünk, hiszen lehet, hogy vannak triviálisan jövő adhok módon jövő sérülékenységek. Ez a, ez a, ez a fajta szakértői összeszedés, ez is nagyon jól tud működni egy kevés vagy kísérettségi helyzetben. A következő megoldás, ez a checklista, amikor van egy olyan adatbázisom, ami szépen leírja azt, hogy milyen sebezhetőségek lehetnek egyébként az adott működési környezet minden elemére vonatkozóan. Ezek az adatbázisok ezek, ezek azért jók, mert adnak egy, egy tágas, jól átlátható képet. Tehát például az IBTV-ben a 41 per 2015-ös is ugye bár az védelmi katalógusnak tekinthető, de mégiscsak azért összeszedi, hogy milyen védelmet kell a fenyegetésekre adni, tehát ki tudunk belőle is indulni, de mondjuk egy ilyen cseklista lehet az is, amikor egy ajánlást végignézzünk, és megnézzük azt, hogy mondjuk az adott operációs rendszerre vonatkozóan be van -e állítva az adott beállítás, amit az ajánlás javasol. A legáttekintőbb viszont az úgynevezett állapotfelmérés, amikor nem csak a műszaki megoldásokat, nem csak, a, nem csak egy csekkvista alapján, hanem tételesen technológiát, embereket, mindenkit végignézünk és megállapítjuk azt, hogy hol lehetnek sebezhető pontok. A technológiai vizsgálatok, mint említettem, az egyik megoldás, technológiai vizsgálatokban, amit a leggyakrabban használni szoktak, ez ünözett vulnerability scanner, azaz a külső belső sebezhetőség vizsgáló, ez azt csinálja hogy az internet felül, illetve a szervezeten belülről, belső hálózat felől megnézi, hogy milyen adatbázisban szereplő ismertsebezhetősége van az adott eszköznek. Azaz megnézi, hogy például a windows a legutolsó pecset is tartalmazza, vagy pedig nem, és hogyha bizonyos pecsek hiányoznak, akkor ezt ő kiírja. Ez nem azt jelenti, hogy baj, hogy hiányzik egy pecs, ez csak egy információ. Konfiguráció elemzés, megnézzük azt, hogy a kormányzati ajánlásokban szereplő beállítások, checkboxok, stb. be vannak állítva az adott szoftverben. Megint csak azt mondom, hogy az élet meg a checklista az nem feltétlenül találkozik, nem feltétlenül baj az, hogyha valami nincsen beállítva, de mindenképpen egy potenciális sebezhetőség, amit föl kell mérni határvédelmi rendszer által kikényszerített biztonságpolitikai elemzés az a tűzfal szabályoknak az átnézése. Hálózati forgalomanalízis, ami nagyon sokat elárulhat arról, hogy a végpontjaink a hálózaton belülről hova kikkel kommunikálnak, és ebben is lehet azonosítani például valamilyen botnethez kapcsolódó olyan forgalmat, ami ugye problémás lehet, egyben rámutat a határvédelmi rendszer vagy a végpontvédelmi megoldások sebezhetőségeire. És végül egyedi fejlesztésű alkalmazások vizsgálata, ilyenből is nagyon sok szokott lenni a szervezeteknél, amiben megnézzük azt, hogy például azt a nagyon kritikus köz közszolgálati rendszert, amit használunk, ezt vajon az információbiztonság elvei mellett vezették ebbe. Ezeknek mind van egy egy jól körülhatárolt szabványos, illetve szokás, tehát a jó gyakorlatok által kontrollált folyamata. Infrastruktúra, környezeti biztonság, mert ugye fizikai biztonságot is vizsgálunk, ennek a megoldása a bejárás lehet, amiben megnézzük azt, hogy hogyan működnek az egyes fizikai biztonságot kikényszerítő védelmi megoldások, élőerős védelem, mechanikai védelem, stb. stb. Innen is látszódik, hogy az információbiztonság nem egy informatikai feladat, hiszen kétlem azt, hogy a szoftverfejlesztő érlemben meg tudná nézni, vagy föl tudnám az élő erős védelem, vagy a mechanikai védelem Képességeit. Aztán a működési folyamatok vizsgálata. Itt ugye az interjúzás, ez a, ez a gyakorlatilag a humán sebezhetőségnek a felmérése. Itt lehet végignézni azt, hogy például az információs rendszereket milyen körülmények között szerezték be, helyezték üzembe, hogyan üzemeltetik, ugye az IT-nak az ellenőrzése ezért is fontos, hogy az információbiztonság ne az informatikához, ne az IT-hoz tartozzon, de itt van benne a felelősségi körök, az üzleti folyamatok a vizsgálata is, ami pedig bőven túlmutat az IT-rendszerek információbiztonságának ellenőrzésén, mert hogy nem csak IT-rendszerből tud információ sérülni, hanem ugye plegykás dolgozók is sok mindent tudnak tenni annak érdekében, hogy az információbiztonság sérüljön. Ugye a kedvenc példám erre vonatkozóan majd, hogyha lesznek gyerekeik, akkor nézzék meg nyugodtan, hogy a gyerek a szabadkézi rajzát az óvodából milyen papíron hozza haza. Nem egyszer láttam már olyan a papírt, aminek a másik oldal egyébként üzleti titkok voltak kinyomtatva, mert hát ugye elromlott a nyomtatás, vagy egyszerűen beselejtezték a papírokat, az anyuka meg úgy gondolta, hogy a... Jó lesz az, a papírnak az üres oldal, az jó lesz még a gyereknek férka papírra. Hát nem. Tehát ez is, hogy az információ szivárgás egy tipikus megoldása szokott lenni. Hogyan értékeljük ezeket a sebezhetőségeket? Megnézzük azt, hogy az iparági új mennyivel térnek el. Na és itt segít nagyon sokat uh, azt, hogy van egy csomó best practice, egy csomó jó gyakorlat gyűjtemény az interneten, amihez tudjuk hasonlítani a teljes infrastruktúránkat. Meg itt jó, hogy van az ISO 27000-es szabvány, ami leírja az ideális állapotot, vagy legalábbis az ideális állapothoz közeli állapotot, amihez tudunk hasonlítani. Vagy vannak olyan egyéb szabványok, mint például a COVID vagy az ítél, és még lehetne sorolni, amik szintén egyfajta ideális állapotot javasolnak felhúzni. Ugye az élet az, az sosem ideális, tehát sosem lehet ahhoz ragaszkodni, hogy pontról pontra, bötűről bötűre betartsuk az összes szabványt és ajánlást, de mindenképpen egy, egy jó á, mintát ad arra vonatkozóan, hogy hova is kéne, hogyan is kéne eljutnunk. Összességében, tehát a sebezhetőség vizsgálat segít abban, hogy a vagyon leltár során föltárt működési környezetre vonatkozó fenyegetések konkrét sebezhetőségeit meg tudjuk nézni, meg tudtuk nézni azt, hogy három különböző módszerrel, hogy egyébként milyen releváns sebezhetőségeink vannak, és ezekből a sebezhetőségekből tudunk utána kiindulni a kockázatelemzésünk felé. A kockázatelemzés tehát a következő lépés, aminek a célja a döntéstámogatást adni a költséghatékony védelmi intézkedések bevezetéséhez. Ehhez szolgál ugye a vagyonleltárunk és a hozzátartozó sebezhetőségek. Ebből ennek a végeredménye lesz majd egy olyan sorrendezett lista, ami az egyes vagyonelemekhez tartozó kockázati kitettségi sorrendet fogja majd tartalmazni, ami alapján döntést tudunk hozni, hogy mely kockázatokat kezeljük, azaz mely kockázatokra vezessünk be olyan védelmi intézkedéseket, amik valahogy valamilyen módon tudják majd kezelni ezeket a kockázatokat. Definíció szerint. A kockázat az a fogalom, ami kifejezi egy vagyontájra vonatkozó lehetséges negatív hatásokat, azaz segít elképzelni azt, hogy milyen problémák lehetnek, honnan jöhetnek majd ugye azok a bizonyos incidensek, biztonsági események, amik problémákat okozhatnak, amik a CIA elvben foglalt információs attribútumokat fölborítják. Praktikusan a kockázat az egy esemény bekövetkezési valószínűségének illetve az által okozott következményeknek a kompetenciáját jelenti. Találkozhatnak az angol szakirodalomban ezekkel a szép betűkkel, hogy R, mint risk, T, mint threat, D, mint damage. Voltak éppen, tehát amikor kockázatot elemzünk, akkor bekövetkezési valószínűséget és okozott kárt, azaz kitettséget számolgatunk. A Common a szabvány ezt úgy foglalja össze, hogy a tulajdonosok értékelik a vagyontárgyakat, csökkenten, tulajdonosok csökkenteni akarják a kockázatot, ezért a tulajdonosok védelmi intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy csökkentsék a kockázatot. Eközben a támadó fenyegetéseket okoz, a fenyegetések növelik a kockázatot, a fenyegetések a vagyontárgyakra vonatkoznak, és a támadó célja az, hogy visszajön és hogy megrongálja a vagyontárgyakat. Azaz, a fenyegetések, paradox módon minél jobban kezeljük a kockázatokat, annál másabb jellegű fenyegetésekkel kell szembesülnünk. Emlékeztetőül, mi a biztonság? A biztonság ugye a fenyegetés hiánya, azaz nekünk, amikor azokat csökkentünk, akkor arra kell törekednünk, hogy azokat a fenyegetéseket, amiket mi relevánsnak gondolunk, azokat meg tudjuk szüntetni vagy legalábbis együtt tudjunk vele élni. Elfogadható szintet csökkentsük. Viszont a fenyegetések, pont azért, mert a kockázatokat kezeltük, ha a támadónak érdekében áll a vagyontárgyainkra vonatkozóan valamilyen támadást végrehajtani, akkor újabb és újabb fenyegetéseket fog majd okozni, törvényszerűen, hiszen ugye azokat, amik triviálisan jönnek, azokat kockázatkezeléssel már kezeltük, és ezért fontos, hogy a kockázat elemzés, kockázatkezelés, az információbiztonság egy folyamatos folyamat, eh, aminek az eredménye az, hogy kezelhetővé válnak, minden pillanatban kezelhetővé válnak eh, a fenyegetések. Jó? Ezért nincs olyan, hogy vagy csak így vége van a, az információbiztonságnak, mert a támadó úgyis kitalál valami újat, amivel a vagyon vagyontárgyainkat fenyegetheti. Kockázatbecslésre kettő megoldást ismerünk. Az első megoldásnak az a neve, hogy kvantitatív kockázatbecslés, erre egy példa az amerikai szabványügyi hivatal által kiadott FIBD PUP 65-ös számú ajánlás, lényegtelen. A kvantitatív kockázatbeslésnek az a tulajdonsága van, hogy pontos számokkal. Ez ugye nagyon nehéz az információ biztonságban, mindjárt mutatom, hogy miért, de először maga a, a, mozertam. azt mondja, hogy egy nagyon egyszerű képlettel számol, azt mondja, hogy asset value szorozva az exposure factorral, ez egyenlő lesz a single loss expectancy-vel, és ezt a single loss expectancy-t, az megszorozva az annualized rate of occurrence-szel, megkapjuk az annualized loss expectancy-t. Fordítsuk le ezt magyarra. Onnan indulunk ki, hogy a vagyontárgynak, az információs vagyontárgynak van egy értéke, ez az asset value. Ennek ez azt jelenti, hogy a vagyontárgyamnak van egy becsült forintosított értéke, egy jó megfogható értéke. A kitettségi mutató, az exposure factor, az azt mondja, hogy mekkora lesz a vagyontárgyban keletkezett kár, vagy a hatásnagyságának a mértéke, hogyha valami rossz dolog történik. A single loss expectancy, az egyszeri várható veszteség azt mondja meg, hogy ha az adott kockázat egyszer bekövetkezik, akkor mekkora a várható veszteségnek a mértéke. Az éves bekövetkezési mutató, az annualized rate of azt mondja, hogy mennyi a kockázat bekövetkezésének a valószínűsége éves szinten. A várható éves kár, az annualized loss pedig egy kockázat által okozható veszteséget mutatja meg éves szinten, e, ami tudom, hogy bonyolult, úgyhogy nézzünk egy sokkal kézzel példát, mondjuk egy tűzkárat. E, a tűzkár az ugye mondjuk a telephelyünkön keletkezzen, és tételezzük fel, hogy mondjuk a telephelyünknek az értéke, mondjuk 100 millió forint. A kitettségű mutatónk 50 százalék, ami azt jelenti, hogy mire kiér a, tűzoltó, és eloltja a tüzet a telephelyünkön, addigra a fele le fog égni ennek az irodaháznak. Az éves bekövetkezési mutató legyen egy 25 25 évente egyszer, tehát mondjuk a historikus adatok alapján, meg a hasonló környezetben levő telephelyek alapján azt lehet becsülni, hogy jellemzően 25 évente egyszer keletkezik egy tűzkár az adott területen, mert hogy több száz éve visszamenőleg van egy historikus adatunk, amivel tudunk dolgozni. És ezeket az adatokat beépítve ebbe a képletbe, tehát 100 millió forint szor 0,5, szorozva 125 del az éves várható kárunk, ez 2 millió forint. Azaz, ágyúval verébre, tűz kár megelőzésére a telephelyünkön nem éri meg 2 millió forintnál többet költeni, hiszen kicsi a valószínűsége annak, hát gyakorlatilag ugye ez jött ki az eredményképpen, hogy ennél nagyobb éves szintű kárunk keletkezne. Hol működnek jól ezek a beslések? Ott, ahol vannak adataink. Az információbiztonság nem egy ilyen hely, de mondjuk például ugye, ingatlan biztosításnál, például a gépjárműbiztosításnál, biztosításnál, ahol rengeteg adat áll rendelkezésre, historikus adatából tudunk építkezni, Ezeket a, ezt a fajta kvantitatív kockázatos beslést, ezt jól tudjuk használni. Az információbiztonság viszont nem ilyen, az információ biztonságban kvalitatív kockázatbecsléseket használunk, azaz becslünk. A becslés ez azért segít nekünk, mert nem fogom pontosan tudni megmondani, például, hogy a cégnek a jó hírneve ez forintban mennyit ér. Nincs ilyen becslése. Mint hogy azt sem tudom megmondani, hogy egy ransomware fertőzés bekövetkezési valószínűsége az mekkora, mert hogy gyakorlatilag helyzetről helyzetre változik, vagy kampányról kampányra változik, tehát nagyon-nagyon nehéz ezeket a becsléseket megtenni. De azért egy, egy olyan érzésem, hogy úgy körülbelül mennyi szokott lenni, ez rendelkezésem rá, ez erre már tudok építeni. A kvalitatív kockázatbecslés, amit konkrétan az Ausztrál Szabányi Hivatal 4360 AS 4360-as számú dokumentumát hivatkozza, de egyébként ez az ISO 27000 család van 27005-ben, ha jól emlékszem, ott is meg lehet találni. Ez azt e, írja le, hogy e, a kockázat mértéke ugye arányos a kármértékevel és a bekövetkezés gyakoriságával, tehát valahogy valamilyen e, mértékeket kell meghatároznom erre a bekövetkezési gyakoriságra és kármértékre, és ezekből jön ki az úgynevezett kitettségi vagy kockázati mátrix, amely mátrix segítséget ad nekem a kockázatok megbecsléséhez. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például a bekövetkezési gyakoriságra, egytől ötig, egy sikeres támadás csak rendkívül egy viszmajor esetben fordulhat elő, míg az ötös sikeres támadás hetente előfordult akár többször is. Mert éppen így döntöttem. Ez a lista tartalmazhat más elemeket is, kinézhet máshogy is. De uh, lehet, hogy csak három uh, elemből fog állni, és nem ötből, vagy lehet, hogy csak négyből, és nem ötből, de ugyanígy állat hétből is. Ezért fontos, hogy legyen egy jó módszertanom miatt neki álló kockázat elemzési folyamatnak, ugyanis hát nem mindegy, hogy, hogy, hogy hány elemből is milyen definíciós körben uh, becslem meg a gyakoriságot. Mint ahogy a kárnél, kárkövetkezményeknél is ugyanez a helyzet, az egyes mondjuk az elhanyagolható kár, az ötös mondjuk az üzletmenet teljes leállása a cég csődje, vagy haláleset lehet. A 41 per 2015-ös valami ehhez hasonló becsléseket, becslésekkel segíti a közigazgatási szerveket, tehát valami hasonló mentalitást onnan is ki lehet következtetni. A kockázati szinteket pedig úgy határozzuk meg, hogy mondjuk alacsony, kicsi kockázat azonnal és rövid távú védelmi intézkedés nem kíván, de folyamatos monitorozása szükséges annak érdekében, hogy a nagyobb kockázatok irányába történő elmozdulás felismerhető legyen. Kritikus, óriási kockázat azonnali haladéktalan beavatkozást igénye, középtávon is megnyitató megoldást kell találni a kockázat kezelésére. Mert éppen alacsony, mérsékelt, magas és kritikussal láttuk el ezeket a kockázatokat, de újra mondom, mind a három mértéketség, mind a három e, e, kvalitatív megoldás egészen más, hogy más elvek mentén is e, összeállítható. Ezután ezek alapján hozzuk létre, vagy alkotjuk meg a kockázati mátrixot. A kockázati mátrix egy nagyon egyszerű táblázat, ami tartalmazza mindazt, amit elmondtam. Az egyik dimenziójában ott van a gyakoriság, egy ötig, a másik dimenziójában ott van a kárkövetkezmény, egy ötig, majd döntésem alapján beírtam, hogy a, a táblázat mely celláiban hova tartoznak a kritikus, hova a magas, hova a mérséket, és hova az alacsony kockázatok. Ez az én döntésem. Hogyha e, ilyen sok kritikus e, e, kockázatot azonosítok, mint ahogy a mintatáblázatban lehet látni, az azt jelenti, hogy az én kockázati éjségem alacsony. Azaz, nagyon, szeretném, nagyon szeretnék minél több kockázatot kezelni, mert hogy nagyon kicsi azon kockázatoknak, vagy azon sebezhetőségeknek a számossága, amit alacsony kockázatóval fogok majd betenni. Miért jó ez, vagy hogyan lehet egyébként ezt praktikusan megbecsülni? Ugye a kockázat bekövet, be, bocsánat, a sebezhetőség bekövetkezésének gyakoriságára láttak egy, egy elvet. Ennek a célja az az, hogy el tudjunk indulni nyilván a kockázatelemzéssel, de valójában ennél a megoldásnál, ennél a módszernél nincsen más lehetőségem, mint ez a bizonyos von Bauhféle approximáció, azaz a hasamra ütök, és így, így hasból kitalálok valamit. A bekövetkezési gyakorisága az információbiztonságban a legtöbb esetben egyszerűen a szakmai tapasztalatból jön. Nincsen más forrása, csak ez a fajta megérzés, hogy, hogy én mit fogok majd látni. Természetesen, hogyha van egy jól működő információbiztonsági folyamat, akkor bizonyos esetekben bizonyos sebezhetőségekre lesznek majd alapadataink. Például statisztikai adatok, ugye, hogyha van egy jó működő incidensmenedzsment folyamatom, ahol gyűjtöm az incidenseket, az egy jó eh, alapadat, de eh, azért, valljuk meg őszintén, kevés helyen van ilyen jellegű személyes tapasztalat. Ami van, a személyes tapasztalat, mert látunk sok mindent, olvasunk sok mindent, beszélgetünk sok mindenkivel, és ha józan ész, amit e, e, nem szabad magunk mögött hagyni, hogyha információbiztonságot csinálunk. Emellett, az, hogy mekkora lesz a bekverkezési gyakoriság, nyilvánvalóan nagyban függ attól, hogy milyen a kialakított védelmi infrastruktúrám. Azaz, látnom kell, hogy milyen a védelmi potenciálom, mi az, amire építeni tudok. Nagyon fontos, hogy ennél a megközelítésnél, nem kell az abszolút pontosság, csak relatív értékeket, a relatív értékek legyenek következetesek, mert hogy ezek fognak segíteni majd nekem a későbbiekben. Ezekben a relatív értékekben pedig nagyon sokat fog segíteni minden, amit itt látnak, hányan férnek hozzá, a támadáshoz ugye. E, e, milyen szaktudás szüksége, stb. stb. Az az, hogyha látom az adott információs vagyontájra vonatkozóan, hogy milyen környezetben működik, akkor a bekövetkezési gyakoriságot ezek alapján már e, relatíve jól fogom tudni e, megbecsülni. Ami figyelembe kell vennem, amúgy, itt látják a képernyőn, ugye van egy csomó környezeti, fizikai fenyegetés, meg egy csomó emberi e, fenyegetés, amit be kell kalkulálnom mindebbe, És ez a kalkuláció, megint csak mondom, hogy sokkal inkább ugye a szakértő fejében, és nem pedig valami mágikus Excel fog majd összeállni. Mi az, amit kaptam? Kaptam egy csomó sérülékenységet. A sérülékenységeknél lehet látni, hogy pontosan melyik CIA, illetve mellé rendelem, hogy melyik CIA kategóriát sértik meg. Látom azt, hogy ezekhez a sérülékenységekhez mekkora gyakoriság, és mekkora várható kárérték e, csatlakozik, amiből már ki tudom számolni a kitettséget, azaz a kockázatot. E, erre van egy olyan módszer, amit úgy hívnak, hogy fault reanalysis. Ezt a fault reanalysis ezt most részleteiben nem fogom e, bemutatni, mert erre sajnos nincsen idő, de ez az FTA, ez a fault Analysis nevű modell, ez nagyban segít abban, hogy e, e, ki tudjam gyakorlatilag számolni a kitettséget, és ezekből a kockázatokat tudjam meghatározni. A végeredményem tehát az lesz, hogy van egy vagyonelem kitettség párjaim, ezeket sorrendbe tudom rendezni, ezekből meg tudom állapítani egyébként a rútkózokat, a gyökérokokat, hogy miért is vannak ezek a sebezhetőségekben a rendszeremben, ami abban segít, hogy majd, ha kockázatokat eldöntöm, hogy hogyan kezeljem, akkor ezek a rútkózok segítenek abban, hogy a jó védelmi intézkedéseket föl tudjam használni. Úgyhogy tegyem is meg. Döntök. Kockázatelemzés. Mi az, amit kaptam? Kaptam egy csomó mindent, amire egyébként egy szakértő számít. Tehát az ne alá, minél régebben dolgozik valaki ezen a területen, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ránézésre, vagy így beleszagol a levegőbe, és meg tudja mondani, hogy hol vannak gyenge pontok. Ezek nem lesznek túlságosan meglepőek. Viszont kaptunk, egy kaptunk néhány olyan dolgot, ami meglepő, amire nem számítottunk, de van alapja, indokolható. Ezért csináltuk az egész kockázatelemzést. Ha viszont olyan eredményeket kapunk, ami nem tűnik indokoltnak, akkor érdemes végignézni, mert lehet, hogy valamit elrontottunk. Ez is benne van a pakliban. Az ISO 27001 azt mondja, hogy ha ezek megvannak, tehát látunk egy kockázati listát, akkor el kell döntenünk, hogy hogyan kezeljük ezeket a kockázatokat. Milyenek a lépései? Először is ugye van egy módszertanunk. A módszertan leírja például azt, hogy mik a még elfogadható kockázat szintjei. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk az alacsony és a mérsékelt kockázatok, ezek elfogadható kockázatok, akkor ezeket innentől kezdve félreteszem, és nem keresek rájuk megoldást. Ugye ez a, a vállalása. Ezek nem olyanok, amikkel foglalkozni kell. A kritikussal és a magassal viszont foglalkoznom kell. Hogyan foglalkozok vele? Kidolgozok javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet e, csökkenteni ezt a kockázati szintet, figyelembe véve egyébként a gyökérokokat, amik oda vezettek, hogy ezek a sebezhetőségek, és ezen keresztül a kockázatok léteznek. A lehetőségeknél azt szoktuk mondani, hogy legyen két-három alternatíva, amiből a döntéshozók el tudják dönteni, hogy melyik e, megoldást támogatják, mert hogy ugye ezek mind pénzbe kerülnek, tehát a, annak kell eldönteni, hogy mit csináljunk, aki a pénzt adja. Hogyha mindez e, megvan, akkor pedig még így is maradni fog néhány olyan kockázat, ami, amit egyébként kezelnünk kellett volna, de nem kezeljük, mert nem tudjuk kezelni. Mert nincs rá műszaki megoldás, nincs rá pénz, nincs rá ember, e, előfordulhatnak ilyen helyzetek. Ebben az esetben is leírjuk, hogy az adott maradványkockázatot ismerjük, fölvállaltuk. Mert ez a későbbiekben jó lehetőséget, jó pontot fog jelenteni akkor, hogyha mégiscsak bekövetkező az adott kockázatot meg tudjuk mutatni, hogy mi tulajdonképpen tudjuk, tisztában voltunk vele, de hát nem volt lehetőségünk ezt, ezt, kezelni. Öt különböző kockázatkezelési módszer van. Öt különböző kockázatkezelési módszer. Az első tehát a kockázat figyelmen kívül hagyása. Ledokumentáltuk, alacsonyan és mérsékeltel nem foglalkozunk. Lehet az előfordulás valószínűségét csökkenteni. Például eddig nem volt víruskeresőnk, most elkezdünk víruskeresőt telepíteni a gépekre, meg a szerverekre, meg nem tudom én hova. Ezzel csökkentjük annak a valószínűségét, hogy majd egy kártékony fertőzés megy végig a, rendszeren és a szervezeten. Kockázat következményének a csökkentése. Rendben, van víruskereső, tudjuk, értjük, de még mindig vannak olyan felhasználók, akik így is rá fognak kattintani egy e-mail csatolmányra, vagy így is kapunk majd egy olyan célzott támadást, ami csak nekünk szól, és ezt nem tudjuk kivédeni a meglevő végponti megoldásokkal. Erre az esetre van mentésünk, amiben majd vissza tudunk állni. Ez a kockázat, kockázat következmények a csökkentésen be fog, be fog következni, úgy sejtjük, de mégis van egy védelmi intézkedés, amivel e, ugye, preventív, detektív, korrektív védelmi intézkedések közül korrektív védelmi intézkedésekkel a hatást csökkenteni, a kö következményt csökkenteni tudjuk. Még egy lehetőség, Kockázat áthárítása harmadik félre. Például kötünk egy biztosítást. Ez mostanában igen gyakori, mondjuk adatvédelmi sérülésekre a cégek biztosításokat, kiberbiztosításokat kötnek. Ebben az esetben bekövetkezik az incidens, akkor majd a biztosító lesz az, aki a keletkezett kárt kifizeti. És a kockázat felvállalása. Nem tudok mit kezdeni az adott kockázattal. Leírom, definiálom, hogy ezt én ismertem, fölvállaltam, bocsánat. Ezt úgy tudom megvalósítani, hogy először is ugye kiválasztom sorrendben rakom a legnagyobb kockázatot jelentő vagyonelemeket, és ezekre választom ki az öt közül a kockázatkezelésnek a, a, megoldását. Majd ezekre, ugye, mint említettem, két-három lehetséges célzott védelmi intézkedést tervezek meg, fizikai, logikai, administratív, preventív, detektív, korrektív védelmi intézkedés hatosból kiválasztva azt, ami a legcélszerű. Azzal a célral is egyébként, hogy a rútkózókat, a csökérokokat megszüntessem. Ezeket kiválasztom, bevezetem és elkezdem használni. Úgyhogy eh, emlékeztető még egyszer, preventív, defektív, korrektív, védelmi intézkedés, fizikai, logikai, adminisztratív intézkedések mentén lehet ezt megtenni. Ez tehát a kockázatelemzésnek a folyamata, ez az, ami minden egyes eh, szervezetnél meg kéne, hogy jelenjen. Ez viszont ugye látszódik, hogy igényel szakértőket, igényel olyan embereket, akik kimondottan ezzel a területtel foglalkoznak. Ezeknek a közigazgatásban ugye őket úgy hívják, hogy információbiztonsági felelősök. Nagyjából ezer szervezetnél van jelenleg információbiztonsági felelős, holott még másik 5-6 ezernek kéne lennie, vagy 5-6 ezer szervezetnél kéne lennie ilyen szerepkörnek. Ez nem túlságosan jó, így 7 évvel az információbiztonsági törvény elfogadása után, de mégiscsak jobb, mint ami előtte volt. Úgyhogy van ebben, van ezen a téren mozgás, hogyha valakit esetleg érdekelne, remélem sikerül bebizonyítani, hogy ez nem egy informatikai e, probléma elsősorban, mint ahogy egyébként a kiberbiztonságra is ezt elmondtam már nagyon sokszor. Köszönöm szépen a mai megtisztelő figyelmüket, én ennyit szerettem volna elmondani.